muszáj reagálnom erre. Az az igazság, hogy én a rend és a káosz közül mindig a rendet választom. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt küldöttek, kedves vendégeink! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy ma ennyien rám szavaztak. Bizalmukat igyekszem teljes erőmmel és legjobb tudásommal meghálálni. Bizton ígérhetem önöknek, hogy az én személyes érdekem, boldogulásom sosem lesz előrébb való a közösségünk és a hazánk érdekeinél. És mivel ennek a közösségnek az érdeke, minden időben egybe fog esni Magyarország érdekével, könnyű szolgálatot tehetek. Fontos tudniuk, hogy ezt a bizalmat nem csak én érdemeltem ki, ez nem feltétlenül csak az én egyéni sikerem, hanem a mi közös elismerésünk mindazoké, a polgári körösöké, akik 2002-ben csatlakoztak aktívan a politikához. Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását is, akik a Fidesz megalapítása óta végigküzdötték ezt a több mint negyed évszázadot. Minden együttlétünk, mint ez a mai kongresszus, egy nagy ünneplés, de egy nagy lehetőség is egyben. Összegezhetjük a mögöttünk hagyott időszakot, és közösen kijelölhetjük az elkövetkezendő évek irányát. Ahogy ma azt mondjuk, megvédjük Magyarországot, úgy mondtuk 1990-ben, hallgass a szívedre, 94-ben, ha unod a banánt, vagy 2002-ben, a jövő elkezdődött. Minden mondatban hittünk, mindegyik szívből jött, mi tényleg untuk a banánt, és biztosak voltunk abban, hogy a jövő elkezdődött. És ezt most nem azért mondom, mert végső soron az idő minket igazolt, mert 115 hónapja vezetjük a közvéleménykutatásokat, mert 2006 ősze óta minden országos választást megnyertünk. Sokan keresik a siker okát. Mi a Fidesz titka? Hogy fordulhat elő, hogy Európa szerte nagymúltú pártok és régi, ikonikus politikusok hetek, hónapok alatt omlanak össze, mi pedig stabilan állunk? Hogyan lehetséges az, hogy miközben Európa vezetői sikertelenségük miatt csak újabb és újabb, a valóságtól elrugaszkodott elméleteket képesek gyártani a válságkezelés helyett, a mi kis országunk képes példát mutatni az egész kontinensnek? Szédeleg a teljes liberális európai politikai elit. Félnek a megsemmisüléstől, és közben mindenáron meg akarnak felelni a demokratikus rendszerek vitáin még soha meg nem méretett úgynevezett politikai korrektségnek. Tisztelt hölgyeim és uraim, a Fidesz a nagy nemzetközi nyomás ellenére 115 hónapja a legnépszerűbb párt. Nincs ellenfél? Hát hogy ne volna? Van jobbról is, balról is. Nincs sajtószabadság? Hát itt ne lenne, ahol az internetes honlapok, országos televíziócsatornák és újságok tesznek politikai kinyilatkoztatásokat, átvállalva ezzel ellenzéki pártok munkáját. Én úgy gondolom, a mi titkunk nyitja rendkívül egyszerű. Mi hiszünk egymásban, hiszünk a magyarok bölcsességében. Mi azt mondjuk, amit gondolunk, és azt gondoljuk, amit mondunk. Ennek a bajtársias közösségnek az alapja a tiszta, őszinte beszéd. Mindamellett sokan úgy gondolják, hogy a sikernek ára is van. Kétségtelen tény. Nálunk többet, kevesen tettek a sikerért. Hányszor álltunk az aluljárokban, a főtereken aláírás gyűjteni, hányszor kopogtattunk ajtókon, amikor az emberek véleményét kértük ki, hányszor hordtunk ki levelet, adtuk át személyesen, mennyi beszélgetés, plakát, szórólap. Mára az aláírás gyűjtések régi, más pártokban hangoskodó ellenzői ott állnak mellettünk a közterületeken a saját petíciójukkal. Az egy másik kérdés, hogy míg nálunk most is 1,5 millió ember adja a nevét a közös céljainkhoz, és sokan várakoznak a standjaink előtt, addig rájuk nem kíváncsi senki. Tisztelt vendégeink, ebben a pártban, ebben a közösségben mindegyikünk gondolataiban és tettei mögött van valami, ami több a puszta politikánál, valami magasabb rendű indítatás, az igazságkeresése. Köztünk sokan vannak olyanok, akik azért jöttek velünk,
mert még 1947-ben elvették a családjuk földjét, leseperték a padlásukat, államosították a boltjukat, a cukrászdájukat, az iparos műhelyüket. Sokan vannak köztünk olyanok, akik azért támogatnak minket, mert úgy vélik, hogy a rendszerváltás előtt tönkretették a magyar kultúrát, és az nagyon bántja őket, hogy még ma is aktív volt kommunista politikusok, cenzorok miatt nem olvashattuk annak idején az erdélyi Helikon költőit. Sokan azért állnak mellénk, mert 1989 előtti időkben kiölték az igényességet a célnak, ez is megfelel mondattal. És ennek felhatalmazásával hagyták tönkretenni a fővárosunk és a vidék gyönyörű épületeit. És van, aki azért segít nekünk, mert azt gondolja, hogy akkortájt jóvá tehetetlenül szétverték a civil világot. No, nem a romkocskás, krétakörös civil világot, hanem a dalárdákat, az olvasó és imaköröket, a gazdaköröket és a cserkészetet. Van, aki azért jött el közénk, mert úgy gondolja, hogy sok évtizeden át megfosztották ezt a nemzetet a hitétől és a nemzeti öntudatától, vagy mert elvették a reményt, a lehetőséget és az emberi tartást a hiánygazdasággal és a 3 évenkénti utazással. És persze elvették az adott szóba vetett hitet is, mert ezer szám tettek embereket besúgóvá. Vagyunk úgy néhányan, akik úgy gondoljuk, hogy nekünk ellopták a fél életünket, és most azért teszünk meg mindent, hogy megvalósítsuk édesapáink álmát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálatos, hogy a múlt embereinek, a valódi elnyomóknak a rendszerváltás után is még 3 alkalommal volt módjukban, hogy bebizonyítsák nekünk, még mindig mindent megtehetnek. Kaptunk 3 miniszterelnököt. Egy pufajkást, egy D-209-est és egy olyan böszmét, aki azt tudta, hát ez a böszme azt tudta mondani, hogy Mária levette a kezét az országunkról. És nekünk nincs módunk beleszólni a szűzanya döntéseibe, de az sejthető, hogyha valakiről levette, az éppen ő maga. Ez az ember azt javasolta, hogy el lehet innen menni. Hát az a helyzet, hogy mi inkább maradunk. Azért, mert mi itt születtünk. Úgy, ahogy a szüleink, ahogy a gyerekeink. Itt lettünk emberré, ahogy a szüleink tették, ahogy a gyerekeinkkel, és meg fog történni majd. Velünk minden itt történt. Minden, ami életünk során igazán lényeges. Segítünk egymásnak, ha baj van. És talán pont ez az érzés, hogy számíthatnak ránk, és mi is számíthatunk rájuk, amiért és amiből mindig erőt meríthetünk. Közben tele van a szívünk büszkeséggel. Büszkék vagyunk az 1000 esztendőnkre, az öreg templomokra, szeretjük az anyanyelvünkön írodott mondatot, hogy látjátok feleim szüntükkel, mik vagy muk. Szeretünk énekelni Magyarországról, édes hazánkról. Mi itt vagyunk otthon. Ez a mi közösségünk, ez a mi hazánk, egy leleményes, bátor, szorgalmas és összetartó nemzet. Jó itt köztetek. Még egyszer köszönöm mindenkinek a megtisztelő bizalmat. Isten áldja Önöket, Isten áldja Magyarországot.